A nagyatádi temető története az 1700-as évekig visszavezethető. 1733. májusában látogatók érkeztek a területre az Ágrábi Egyház megyéből. Ekkor jegyzőkönyvet is készítettek, amelynek adatai alapján az egykori temető a katolikus templom körül helyezkedett el. Egy későbbi, 1815-ös dokumentum szerint a templom épülete alatt kriptát is építettek. Ide temetkeztek a Kegyúri család és a Ferences rend tagjai, továbbá világiak, akik 32 forint ellenében válthatták ki nyughelyüket. A plébánia filiáihoz tartozott Kisatád, Bodvica, Henész, Hosszúfalu és Lábod, emellett Simongát, Betekincs, Döbrög és Szent László puszták. Temetője minden falunak volt, ahová sok esetben különféle vallási felekezetek tagjai temetkeztek. 1870 táján épült fel a nagyatádi temető kápolna, mintegy 6x3 méter alapterületen. A Szent Mihály tiszteletére felállított épület költségeit Ochmakt Mihály takarékpénztári igazgató állta. Az épület a mai központi temető területén áll. A 19. század végén Somogy megyében több temetkezési egylet működött. Ezek célja tagjainak tisztességes eltemettetése, valamint az elhunyt családjának támogatása volt. Nagyatádon 1888-ban alakult meg az első ilyen jellegű szervezet, a Nagyatádi első temetkezési egylet, amelybe a városi és környékbeli 12 és 60 év közötti keresztények léphettek be. A Nagyatádi második temetkezési egylet 1889-ben jött létre, amelyhez a 10 és 70 év közöttiek csatlakozhattak. A harmadik egylet 1901-ben alakult meg. Napjainkban 4 temető üzemel a városban, a központi, a simongáti, a bodvicai, valamint a henészi. A központi temető kápolnája, illetve a temetői keresztek mind a 4 helyszínen helyi védelemmel bírnak. A 80-as években területrendezés okán 50 cm-t ledózeroltak a bodvicai temetődomból, majd az így felhalmozott földet a központi temetőbe szállították. A délszláv háború idején működő menekültábor bosnyák nemzetiségű lakói szintén Bodvicán temették el halottaikat. Henész és Simongát városrészeken ugyancsak tetten érhetők a történelem nyomai. A helyszínen járva több, az 1800-as évek második feléből származó sírba, régi, megferdült fejfákba botolhat a látogató. A temetőkben a sírokat figyelve többféle feliratot, motívumot, jelképet láthatunk. A különböző sírjelek az egyes vallási felekezetek szimbólumai. A katolikusok sírjain leggyakrabban a kereszt tűnik fel, a kehely pedig a reformátusok visszatérő motívuma. A Krisztus fej és a szomorú fűz ugyancsak kedvelt díszítő motívum. Gyakorta látni faragott kőszobrokat is. Közülük a galamb, az angyal, valamint a szűzanyát ábrázoló formák a legelterjedtebbek. Helyenként kopjafát is állítanak a temetőben. Az emlékművek ezen típusát ősi magyar hagyományként tartják számon. Magyarországon főként protestáns temetőkben található kopjafák. A sírköveken az IHS felirat is megjelenhet, amely eredetileg jezsuita jelkép, Jézus görög elnevezésének monogramja. Jelentését többféleképpen próbálták értelmezni, az egyik lehetséges elképzelése Jézus Omnibum Salvator, azaz Jézus az emberek megváltója. Több sírra vésve olvasható sírves is. Gróf Somsics Eszter például saját maga költötte a síremlékén látható sorokat. A növényi ornamentika ugyancsak közkedvelt díszítési forma temetőkben, azonban ez nem minden felekezetre jellemző. A sírkövek és fejfák egymástól eltérő formája korábban szintén nagy jelentőséggel bírt. Az elhunyt nemét, életkorát, vallását és társadalmi helyzetét jelezte. Ez napjainkban már kevesebb hangsúlyt kap, mivel a megrendelő előre elkészített sírkövek közül választhat. Előfordult olyan eset is, hogy egy házas pár tagjai külön vallási felekezethez tartoztak. Ilyenkor a közös síron mindkét felekezet jelképei megjelentek. A nyughelyeket különféle évelő növényekkel, virágokkal és koszorúval díszítik. Mindezzel a középkori temetőkertek hangulatát idézik fel. Nagyatádon számos olyan személy élt és munkálkodott, akik maradandót alkottak, tevékenységük kiemelkedő jelentőséggel bírt. Bánhidi László polihisztor tanár 1933-ban monográfiát jelentetett meg Nagyatádról, melyben saját kutatásait ismertette.
Kisasszondi János polihisztor tanár matematikát, fizikát, angol nyelvet, valamint zenetörténetet és elméletet tanított. Orosz fogságából Japánon átjutott vissza szülőföldjére. Lelbak kereszté a nagyatádi evangélikus templomot építette meg. Sinkovics Mária polgári iskolai tanárnő oktatói munkája mellett az önképzőkör és az ifjúsági könyvtár irányítását is vállalta. Dr. Kommenelek ügyvéd a Somsics és a Széchenyi család jogtanácsosaként dolgozott, emellett a járási takarékpénztár és a római katolikus egyház ügyészeként is munkálkodott. Az Atádi Ipartestület elnöke, valamint a Vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja is volt. Gróf Somsics Eszter a város első iskoláját alapította meg, a Benyák János nyomdász által létrehozott nyomda pedig napjainkban is működik. Ők mindannyian méltán nevezetes személyiségei voltak városunknak.